és azaz! Ugratni a rollerrel az akadálypályán, ez volt az egyik legnehezebb feladat. Gergőnek, aki a Nyitra utcai általános iskolából érkezett, ez a sport a hobbija évek óta. Hát bírni kell a strapát, hogy elesel, akkor álljál vissza, ne add fel. Milyen gyakran edzel? Én nem edzek semmit, én csak rollerezek. És azt milyen gyakran csinálod? Hát, sokszor. Az Európai Mobilitási Hét keretében megszervezett autómentes nap mottója az volt, hogy maradj egészséges, közlekedj fenntarthatóan. És ezt is majd ki lehet próbálni, vigyázz bögőlem, ne most egy picit, akkor hátra is, jó? Az elektromos rollert mutatta be a rendezvény sport szervezője a fiataloknak. Az autómentes nap alkalmából úgy gondoltuk, hogy az elektromos roller mellett más elektromos eszközt is bemutatunk, de hát itt a Nordic Boktól elhoztuk az ugrórudat, de az elektromos járgányok közül hagyd mutassam be az első elektromos gördeszkát, ami itt ezen a programon szerepel, és a kezemben található ez a kis távirányító, és ha megnéztek a kerekét, ezzel a távirányítóval előre, illetve a váltok, akkor pedig hátrafelé tud haladni a gördeszkázó, úgyhogy nagy élmény. A délutáni programokkal, a tudománnyal, az egészségfejlesztéssel, a civil szervezetek kitelepülésével, kötélugró és görkorcsolya bemutatóval, valamint közös kerékpározással, futással már az idősebbeket célozták meg a nemzetközi autómentesnek mondani valójával. Szombathely nagyon gyakran jön ki a legboldogabb magyar városnak, ennek számos oka van, de a pozitív dolgok mellett, hogyha problémát kéne említeni, én biztos vagyok benne, hogy a szombathelyek nagy többsége a közlekedéssel kapcsolatos problémákat hozna elő. Ezért szeretnénk egy picit megmutatni azt, hogy nem kell mindig feltétlenül autóban gondolkodni. Érdemes egy-egy nap megpróbálni azt, hogy hogy tudunk működni autó nélkül. Az esős időben néhány oktatási intézmény visszamondta a résztvételt, de így is több tucatnyian vettek részt a város és az Agora Szombathelyi Kulturális Központ által szervezett megmérettetésen. A mai nap feladatai között, hát mindegy autómentes naphoz illik, megpróbáltuk azokat a járgányokat összegyűjteni, amelyek nem elektromos járgányok, tehát így a futóbicikli az óvodáknak hihetetlen nagy küzdelem volt a gyerekek között, a lányok között, a fiúk között, ez volt a középsés és a nagycsoportosok között is külön. Volt utána az akadályverseny a rendőrség által biztosított pályán itt a kerékpárosoknak, a kerékpárügyességi verseny. Most, ahogy látjátok, készülnek a rolleresek, voltak a gördeszkások. Én úgy érzem, hogy nagyon jól sikerült a rendezvény. A játékos ügyességi és sportversenyekre 3 szombathelyi iskolából és 4 óvodából érkeztek résztvevők az autómentes napon.